Karcagi fellépésükön a reneszánsz, barokk, klasszikus, romantikus zenén át a filmslágerekig sok ismerős dallamot eljátszottak az érdeklődőknek. Folytatódott a Kossuth tér zene, a Filharmónia Magyarország szervezésével. Első alkalommal a debreceni Arkó Nobil vonós 4-es adott koncertet a Filagória előtt. Mint vezetőjük Grünwaldné Almási Eszter elmondta, a vonós 4-es 2006. januárjában alakult. Mi egy debreceni együttes vagyunk, a Kodály Filharmónia Debrecennek a művészei, illetve tanárként is dolgozunk a Debrecen, illetve Debrecen környéki iskolákban. És hát az együttesünk 15 éve alakult, Arco Nobile vonós 4-es, mint a nemes vonó, ha lefordítanám. Annak idején ezt a nevet azért is választottuk, hogy egy kicsit tükrözze azt a szabadságot, azt, amiben lényegében vagyunk, hogy egészen a klasszikus zenének a legrégebbi korszakaitól, egészen napjaink és korunk rádiós slágereig mindenféle feldolgozásokat játszunk. Nagyon sok helyen jártunk már ez alatt, a 15 év alatt rengeteg felkérés volt, akár komolyabb koncertekre, vagy kiállítás megnyitókra, akár ilyen szabadtéri térzene koncertekre, és most nagyon örültünk, és köszönjük a Filharmónia Magyarországnak, hogy ez a megtiszteltetésért, hogy itt lehettünk, és Karcagon is itt lehetünk. Tagjai a Debreceni Egyetem konzervatóriumába szereztek hangszeres és kamaraművészeti diplomát. Jelenleg a Kodály Filharmónia Debrecen tagjai, illetve tanárként dolgoznak. Karcagi fellépésükön a reneszánsz, barokk, klasszikus, romantikus zenén át a filmslágerekig sok ismerős dallamot eljátszottak. A My Fair Lady-ből, vagy éppen a Meseautóból az együttes tagjai. 4 koncertet játszottunk itt Szolnok megyében, és úgy érzem, hogy mindenhol örömmel fogadták. Volt, ahol még ráadást is kellett adnunk. Most már itt egy kicsit behomályosodott az idő. Úgyhogy szerintem ez a program egy nagyon jó ötlet, és bízom benne, hogy hosszú ideig még működni fog. Grünwaldné Almási Eszter 1-es hegedű, Markóczy Rász Erika 2-es hegedű, Decki Juhász Katalin mély hegedű, és Pető Áron cselló.